Életveszélyes állapotban mentőhelikopter vitte kórházba azt a motorost, aki egy autóbusszal ütközött Eger közelében. Híradónknak nyilatkozott az autóbusz vezetője, aki azt mondta, hogy a motoros konvojban érkezett, de társait előzve átcsúszott és így vágódott neki a busz elejének. A térség útjait egyébként ellepték a siroki motoros találkozóról hazafelé tartó fesztiválozók. Kecskemétről tartott Egerbe a menetrend szerint közlekedő autóbusz, amelynek elejébe csapódott a motoros. A baleset a 25-ös főúton Eger és Egerbakta között történt délelőtt. A buszvezetője azt mondta, hogy a szűk úton nem tudta elkerülni a felé sodródó motorost. A motoros konvoj jött szembe, előtte lévő pár motorost előzte ez az úr. És én meg nézzék mekkora féknyomat, és szó szerint úgy csúszott a busz elejé. A motorosért mentőhelikopter is érkezett. A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen fél óráig ápolták, míg szállítható állapotba hozták. A buszvezetője szerint csak azért élte túl az ütközést, mert elesett a motorjával. Ahogy előzte a konvojt, kicsúszott a sebességtől, tehát elfeküdt a motorra együtt, és úgy csúszott a busznak neki. De nézzék meg a busz elejét, azt mutatja szerintem. A motor vezetőjét életveszélyes állapotban vitte kórházba a helikopter. Az autóbuszon az ütközés és az azt megelőző fékezés miatt sem sérült meg senki. A baleset körülményeit vizsgálják. A környéken egyébként rengeteg motorkerékpár van az utakon, mert tartanak hazafelé a siroki motoros találkozó résztvevői.